Köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőit. Porubszky Petra vagyok, a mai adás műsorvezetője. Az elkövetkezendő néhány percben híradónkban az elmúlt hét eseményeiről tudósítunk. Híreink következnek. Istentiszteletet tartottak a nagyváradi református templomban, ahol bemutatták a 89 esztendős Tőkés István nyugalmazott református professzor új könyvét, amely mű a romániai magyar református egyház életéről szól. A romániai magyar református egyház élet 1944-1989 egy második kiadása ennek az elsőnek. A romániai magyar református egyház élete ugyanez, amely 1990-ben jelent meg. De hol van a tavalyi hó és 1990? Valójában a lényeg maradt. A kő maradt. Az üzenet maradt. De a nagy ajándék kiegészült, és ki nem szeretne ajándékot kapni, legalább ott lelkiekhez szabott ajándékot, amelyet meg is érdemel a református egyház, már azok, akik kívánják a hit mellé a tudást. Szeretett testvéreim! Evangéliumi küldetéssel, az egyházi tudományosság eszközeivel szántott és vetett Tőkés István professzor úr egész életében. A könyv bemutató után a hét nyelven beszélő Tőkés István professzor válaszbeszédében megköszönte a méltatását, és felhívta a figyelmet a nemzet megmaradásának fontosságára. És testvéreim! Azt mondták, hogy mert a cigány is maggal a kicsiját, én ettől el akarok tekinteni. Csupán annyit jegyzek meg, hogy nem említett a bemutató testvérünk Benda Kálmán történésznek ezt a megállapítását, hogy ilyen könyv még nem jelent meg 1990-ig. De még 90 után is a könyvnek a mondani valója, amit hallottunk az ismertetésből, az változatlan ugyan az marad. Ez más szóval azt jelenti, hogy az erdélyi református egyház, az anyaszent egyház, itt Váradon is, Kolozsvárt is, ha tetszik a határokon túl is, mindenütt az íge mértéke alatt kell, hogy folytassa a maga életét, munkáját, mert nincsen más megmaradási lehetőség. Tőlem már egy kicsit megszokott dolog, gyermekeim is ezt mondják, a 127. Zsoltárnak az idézése, amelyikben kívánom azt, hogy a kicsi aport testvérünktől kezdve a gyermekeim mindenikét, és unokáimat, ha igaz, akkor még 27-en vannak, és dédunokáim is, mindenki ez alatt, a mérték alatt élve az erdélyi magyar életnek, református, íge szerint református egyháznak az életét ápolja, elevenítse, mert ez lesz a megtartója a mi nemzeti létünknek. Néhány nappal ezelőtt egy kis esztergomi küldöttség harmadik alkalommal vitte adományt Erdélybe, a Házsongárdi temetőben lévő Mikó Rédei kripta felújítására. Bihari Antal jóvoltából megkaptam az adományozóknak a nevét is, és hálás köszönetemet azon kívül, hogy írásban is meg fogjuk köszönni, itt felsorolnám az adakozókat, Endrédi József, Kassai Zenóna, Bangó Miklós, Holop család, Dr. Szerencsés László, Neuser András, Jobbágy Tihamérné, Dolgos László, Bilik János, Bihari Antal, Petróci Gyula, György Róbert, Zoltai Dániel és Szerencsés Tibor.
A házsongárdi temetőben eddig 396 kriptát nyilvánítottak műemlékké. Sajnos így minden egyes kripta felújítására építési engedélyt kell kérni, azonban sokszor az engedélyt 2 év alatt sem kapják meg. A házsongárdi temető majdnem egy ilyen visszafelé irányuló honfoglalásnak a szintere, és sajnos elég sok szomorú történet van, hogy hogyan vesznek el sírjaink pusztán adminisztratív vagy egyéb ilyen jogi csűrés-csavarás folytán. És mivel 400 síremléket műemlékként nyilvánítottunk ezelőtt 2 éve, ezek a gazdátlan és tényleg gyönyörű művészi kivitelezésű sírok is tovább már nem a szabad rablás területei, és ezért most tőlünk is minden műemléklistára feltett építményért, köztük nyilván elsősorban ez a kripta, építési engedélyt kérnek. Az építési engedély rögös útja, az legkevesebb 1,5 év, ameddig elnyerhetjük, mivel nem nézett ki különösebb anyagi fedezet egy ilyen monumentális építmény felújítására. Esztergomban a Szentgyörgymezői temetőben lévő kápolna sok évig romos állapotban állt az 1000 éves királyi városban. Ezt a méltatlan helyzetet elégelte meg városunk szülötte, Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, és saját, valamint barátai költségén renováltatta a kápolnát. Az ünnepi Szent Mise előtt Fehérvári Lajos atya mondott köszönetet a felújításért. Felújította a Szentgyörgymezői plébánia Hernádi Zsolt támogatásával, és ez a folyamat bizony nem is volt olyan rövid, 2007-ben kezdődött, és 2013-ban ért véget, a legkisebb javítások zárultak le ebben az évben. Hernádi Zsolt úrral, vezérigazgató úrral beszélgetve megállapítottuk, hogy a hálaadás Istennek szól, őneki köszönjük meg, hogy ez megvalósulhatott, viszont azért én ezzel még ki kell, hogy egészítsem, hogy ugyanakkor Isten az embereken keresztül működik, tehát hálás köszönetünket fejezzük ki az adományért és a kápolnáért végzett munkáért. Ezért én is még egyszer megköszönöm. Köszönöm szépen, hogy köszönjük. Homor Lajos, a Szentgyörgymezői plébánia képviselőtestületének elnöke, a kápolnáról szólva elmondta, hogy adakozó hívek segítsége nélkül a 180 éves kápolna ma már nem állna. Az, hogy ez a kápolna mégis itt azóta is, immár körülbelül 180 éve működik, az annak köszönhető, hogy mindig is voltak adakozó hívek, akik gondoskodásukkal lehetővé tették, hogy ez a kápolna folyamatosan működjék. Ugyanilyen gondoskodó adakozást tette lehetővé azt, hogy befejeződjék egy jelentős felújítása ennek a kápolnának, és hát, ahogy atya mondta, ebből az alkalomból vagyunk itt most, többek között ugye a kápolnának a megáldása okán, és azért is, hogy megköszönjük azt az adakozást, amivel ennek a felújításnak neki kezdhetett a plébánia. Ezután Homor Lajos megköszönte Hernádi Zsoltnak a segítséget, a támogatást. Engedjék meg, hogy az adakozónak egy kis szerény ajándékot nyújtsak át a képviselőtestület, illetve a plébánia közössége nevében. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Isten áldjon. Adásidőnk végén köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Friss híradóval jövő héten hétfőn jelentkezünk. Szép hetet kívánva búcsúzom, viszontlátásra!